részvételével szerveztek nyári kajakiskolát Magyar Kanizsán, amelynek záró rendezvényére most került sor. A testvériség kajakklub edzői a több mint két hónapos kajakiskola alatt közel 40 növendékkel foglalkoztak heti három alkalommal. Hangos kiabálással szurkoltak egymásnak azok a gyerekek, akik részt vettek az idei kajakiskola házi bajnokságán. Az általános iskolás gyerekeknek egy 300 méteres távot kellett teljesíteniük. Először is a kajakozást úgy nagyon nem tudtam, hogy létezik-e, amikor voltunk Törökkanizsára, itt nyári táborfélén, akkor láttam, hogy eveznek a törökkanizsaiak, és akkor megtetszett, hogy a víz közelben van, illetve ezért mégis egy kicsit szebb fizikumot ad, mint egy foci, vagy egy kézilabda, vagy egy kosárlabda, mert egy sokkal izmosabb alkatot ad. Rekordszámú fiatal. A Magyar Kanizsai Apró Emma elmondása szerint nagyon élvezte a kajakiskola minden percét. Édesanyja miatt szerette volna kipróbálni ezt a sportot, mivel ő maga is kajakozott. A nyári kajakiskolát 15. alkalommal szervezték meg Magyar Kanizsán. Az oktatók elsődleges célja a kajakozás elsajátítása mellett az volt, hogy minél több fiatallal bővüljön a klub. A kajakiskola nem egy rövid időszakot felelő, úgymond nyári tanfolyam vagy foglalkozás, hanem gyakorlatilag a hagyományokhoz híven az iskola végeztétől az iskola kezdetéig tart. Ebbe az évben még egy kicsit tovább is a Vénasszonyok nyara gyakorlatilag a úgymond szolgálja az idénynek a kitolását, ezért is szerveztük rá gyakorlatilag már szeptember közepére az épp most zajló nyári kajakiskola házi versenyét az idei kezdők részére. A Magyar Kanizsai Önkormányzat éves szinten mintegy 11 millió dinárral támogatja a községbeli sportklubok működését. Én úgy gondolom, hogy minden egyes sportklub fontos, amelyik foglalkozik a gyerekekkel, de a kajakklub ugyebár személyes okok miatt is nagyon közel áll hozzám, és nagyon örülök neki, hogy az elmúlt években, pontosabban évtizedekben fent tudott maradni ez a kajaksport. Itt van a településünk mellett a Tisza. Természetesen a kicsi kajakosoknak, ez most látszódik a mai házi bajnokságon is, hogy sokkal kényelmesebb vagy biztonságosabb lenne, hogyha állóvizen tudnának evezni, mert teljesen más állóvizen és folyóvizen kajakozni, de úgy gondolom és úgy látom, hogy boldogulnak ezzel a problémával is. Én nagyon bízom benne, hogy hosszú távon továbbra is élni fog ez a sportklub. Természetesen ez a mai időkben már inkább a gyerekektől és a szülőktől, akik a gyerekeket elküldik sportolni, inkább tőlük függ, mint attól, hogy van-e esetleg infrastruktúra, van-e kajak, van-e edző, van-e pénzügyi támogatás, mert ezek a dolgok, ezek általában megvannak. Tehát ezeket vagy az önkormányzat, vagy tartományi és köztársasági szint tudja biztosítani, viszont nagyon fontos, hogy minél több gyerek legyen a sportklubjainkban, és még egyszer kihangsúlyozom, most a mai napon természetesen a kajaktól beszélünk, és ez egy fontos ága Magyar Kanizsának, de ugyanúgy az összes sportklub, ami a 13 településünkön működik, azoknak a működése és fenntartása fontos, hiszen a gyerekeknek az egyik szabadidő eltöltési formája, azon kívül, hogy az iskolába is otthon üldögélnek. A kajakiskola végeztével nem áll meg az élet a Tiszaparton, amíg a jó idő engedi, addig a vízen, utána pedig a konditeremben készülhetnek a fiatalok a későbbi versenyekre.